Május 26-án elstartolt a 60. konzultáció. Azóta a város több pontján standokat állítottak fel, ahol egy kérdőív segítségével a 60-iak megoszthatják véleményüket a városi fejlesztésekről. A kezdeményezést a Jobboldali Városvédő Egyesület és a KDNP közösen indította el. A Fejlődő 60 program kapcsán kérdezik meg a 60-iakat például munkahelyteremtésről, új lakások építéséről és a turizmusról. Az aktivisták járják az utcákat is, igyekeznek minél több embert felkeresni. Eddig több mint 2500-an töltötték ki az éveket. Horváth Riár polgármester a 60 TV kommentár című műsorában elmondta. A konzultáció során nagyon sok pozitív visszajelzést kapnak, a 60-iak örömmel osztják meg a véleményüket a településsel kapcsolatban. A 60-iak tisztában vannak a helyzettel, tisztában vannak azzal a munkával, amelyet a városvezetés végez, és mind a képviselők, mind pedig az alpolgármesterek, illetve a polgármester is, azt gondolom, hogy ebből rengeteg erőt tud meríteni, és rengeteg jó ötletet tudunk meríteni, hogy hogyan és miképpen fejlesztjük tovább a várost. Én így szeretném megköszönni a 60-iaknak azt, hogy segítenek bennünket, szeretném megköszönni a biztatást, a jó szavakat, és szeretném megköszönni azt, hogy a 60-i konzultációban igen, nagy számban részt vesznek a 60-iak, és arra biztatom őket, hogy még segítsenek nekünk, és aki eddig nem jutott el hozzánk, nem töltötte ki, akár írásban, akár az interneten, azt tegye meg, és töltse ki a 60-i konzultációs lapot. Eredetileg június 11-ig tartott volna az akció, ám a nagy érdeklődés miatt meghosszabbítják június 18-áig. A standoknál, az utcai kérdőíveknél és az interneten is kitölthető a 60-i konzultáció.